Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Értékes leleteket találtak. Egy Gepida falu maradványait tárták fel paradicsomi városrészen. 4 nap pálinkával. A Gyulai Fesztiválon elkészítik a nemzeti összetartozás italát. Kutyás verseny a sportcsarnokban. A hétvégi jegidíti kupára külföldről is érkeztek versenyzők. Lackfi János a kézjegyben. A József Attila díjas művész szerint ma is van igény a költészetre. Gyilkosság 2 Sopronyban. Csecsemő holttestet találtak egy lakóház kertjében. Egy Gepida falu maradványait tárták fel Gyula paradicsom város részén. Liska András régész azt mondta, a viszonylag rövid ideig a Kárpát-medencében élő népcsoporthoz köthető leletek mindig különlegesnek számítanak. Ez a nap híre. A lelőhelyről már korábban is rendelkeztünk információkkal, már 2008-ban is végeztünk egy feltárást ezen a területen. Egy régóta ismert régészeti lelőhelyet tártak fel a napokban, jelentette be kedd délelőtt Liska András régész, aki a paradicsomi városrészen elvégzett munka eredményéről számolt be. A képen látható területen Árpád-kori és Gepida leletekre bukkantak. Ebben az esetben ez utóbbiak számítanak jelentősebbnek, hiszen a germán eredetű gepidák a népvándorlások korának egyik népcsoportjaként történelmi léptékkel nézve nem töltöttek túl sok időt a térségben. Igaz, egyik központjuk valahol a Körös-Maros-Tisza folyók által bezárt területen volt, és a mai Gyula területén sem ez volt az első eset, hogy hozzájuk köthető emlékek kerültek elő a földből. Ez egy család számára szolgáltak helyül. Ezen a szűk területen 2 egykori feltételezett lakóház maradványait találták meg. Ezek méretei nem vethetők össze egy mai házéval, akkoriban inkább búvóhelyként és raktárként szolgált egy ilyen épület. Ez a Gepida korhoz köthető település részlet került elő az elmúlt héten. 2 olyan félig földbemélyített háznak a maradványa, illetve olyan tárológödrök, illetve árkok kerültek elő, amik egy kisebb falunak, egy ilyen tanyaszerű, vagy tanyacsoportszerű településnek a nagyjából 6. századi életéhez köthetők. A leletek közül, amik az ásatáson előkerültek, alapvetően a kerámia leletek mondhatók fontosnak és érdekesnek, hiszen a Gepida korszaknak az ismert és nagyon jellegzetes, de tulajdonképpen ritkának számító emlékei kerültek elő. A Nemzeti Múzeum 2 jelentős gyulai leletanyagot is őriz. A mostani, a Schweidl József utca kiépítése kapcsán előkerült anyagot Gyulán mutatják majd be. A pálinkával készült ételeké lesz a főszerep az idei Gyulai Pálinka Fesztiválon. A 4 napos rendezvényen újdonságként elkészítik a nemzeti összetartozás italát, valamint kihirdetik a bér- és magánfőzők nemzetközi párlatversenyének eredményét is, melyre a tavalyi 715-höz képest idén 850 minta érkezett. A pálinkával készült ételeké lesz a főszerep az idei Gyulai Pálinka Fesztiválon, jelentették be kedd délelőtt az Almási Kastélyban megtartott sajtótájékoztatón. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a gyulai turizmusban 2018 a gasztronómia éve. Ha a gasztronómiáról beszélünk, akkor javarészt egyébként a Gyulai Pálinka Fesztivál köszönhetően, amelyet Lovász Sándor indított el, ma már a pálinka is a minőségi gasztronómia része Magyarországon. Mindvább 287 éve történik Gyulán pálinka készítés. Nagy hagyományra tekint vissza a pálinka készítés Gyulán, hiszen az első főzdét Harukken János György alapította 1731-ben. Fabuja Attila okleveles pálinka bíráló kiemelte. Ezen a rendezvényen találkozik a szakma, a törvényhozó és a fogyasztó. Ha azt a költőkérdést felteszem, hogy kinek mit jelent a pálinka, akkor szerintem nagyon más választ adnánk. Van, aki azt mondja, hogy számára a régi bölcselet a kismértékben, lovasság nagymértékben gyógyszer. Van, aki azt mondja, hogy természetesen a magyar nemzet itala, a magyar hungarikum, a magyar pálinka, de sokunkban szerintem egy kellemes, jó hangulatú családi-baráti esemény is hozzáköthető ehhez a szép termékhez. A Baracka konyhában elnevezésű rendezvény idei témája a barack. Prohászka Béla a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke hangsúlyozta, hogy ha a barackkal találkozunk a konyhában, akkor az általában legtöbbször lekvár vagy befőtt. Egyedülálló maga ez a fesztivál is a 19 évében, de egyedülálló lesz abban, hogy pánikával készült ételek bemutatkoznak a fesztivál keretében.
Érdekelték indul a városának a támogatása, mert a Nemzeti Értékek és Kutatók Szövetsége is azt vallja, hogy a kukarikumokat, a magyar értékeket népszerűsíteni kell. Az adott tájegységre látogató kedves vendégeknek ízelítőt kell nyújtani azokból, akkor a fiatal érzett kincsekből, mint a kártás maga a barackpálinka. Balogh László cukrászmester elmondta, a kajszi barackos bombon mellett újdonságként egy barackpálinkával ízesített fagylaltot is kóstolhatnak a vendégek a 4 nap alatt. A barack a cukrászatban, illetve a bombakészítésben alapvető nyersanyagnak számít, azt mondhatom, mindenféle formában használjuk, hát csak az egyik legalapvető, az egy jó minőségű baracklekvár, ami a cukrászat alapvető nyersanyagnak számít. Ez a 4 nap igazi ünnep lesz mind a város életében, mind pedig a pálinka kapcsán. Bora Imre a Gyulai Pálinka Fesztivál fesztiváligazgatója kiemelte. A rendezvény 3. napján készül el a nemzeti összetartozás itala. Itt a Magyarországról érkező pálinkákat és a határon túlról küldött párlatokat fogják összeönteni a szakemberek, majd az előre elkészített sorszámozott palackokba fogják a keverékeket tölteni. A fesztiválon kihirdetik a bérfőzők és magánfőzők nemzetközi párlatverseny eredményeit is. A tavalyi 715 versenymintához képest idén 850 pálinka érkezett a zsűri elé. A fesztiválon több mint 20 kiállító pálinka gyártó, forgalmazó fog megjelenni, több száz termékkel. Úgy hiszem, hogy azok a termékek, amik itt lesznek, az mindenféle gasztalmi igényt kielégít, és a pálinka szerelmesei mindenféle termékkel tudnak találkozni. Az április 27 és 30-a közötti Gyulai Pálinka Fesztiválon többek között fellép a Magna Cum Laude, Kis Grófó, a Republik, a P-Mobil, valamint a Neoton Familia. Újabb kutyás ügyességi versenyt rendeztek a Gyulai Sportcsarnokban. A hétvégi Agility kupára nem csak Magyarországról, hanem külföldről is érkeztek versenyzők. A hétvégén ismét kutyaugatástól volt hangos a Gyulai Sportcsarnok. Szombaton és vasárnap zajlottak a 22. Agility és a 13. Para Agility kupa programjai. Az érdeklődés ezúttal sem volt csekély, az ország szinte valamennyi szegletéből érkeztek kutyás versenyzők. A sportjuhászommal kezdtük el az Agility versenyzést, hogy körülbelül egy 6 éve, és úgy gondoltam, hogy azt, amit beletettem, rengeteg edzést, energiát, azt meggyorsítom egy Border Collie-val, de hát ő vele teljesen másképp kell felkészülni. Aztán volt egy kis egészségügyi problémám, úgyhogy ilyen leállás volt egy jó fél év, de igyekszünk most már egy rendszeres edzéssel felfejleszteni a tudásunkat. A Gyulai program Magyarország leghosszabban tartó ilyen típusú versenysorozata. Hazánkban egyébként egyedüliként a Gyulai Klub rendez versenyt mozgássérült versenyzők számára. A megmérettetésre több mint 100 kutyagazda páros nevezett, köztük 5-en a Para Agility kategóriában. A hazaiak mellett Csehországból, Ausztriából és még Belgiumból is érkeztek versenyzők. Szerintem egy az, hogy 30 éve szervezek versenyt, ezekben voltak világversenyek is, és szerintem már maga ez a Medivid Agility Kupa egy bejáratott dolog. Nem véletlen jöttek el például egy kerekesszékes hölgy Belgiumból. A versenyt a kutyák mérete szerint 3 kategóriában, maxi, midi és mini osztályokban rendezték meg. Mini és midi kategóriában 25-25, maxiban 52, Para Agility kategóriában pedig 5 kutyagazda páros állt rajthoz. Lackfi János az egyik legnépszerűbb kortárs költő, legújabb kötete a közelmúltban jelent meg. A József Attila díjas művész a Kézjegyben a költészet mai helyzetéről és a Várszínházban bemutatott zenés produkciójáról is beszél. Megyek keletről nyugatnak, a kutyák meg sem ugatnak. Lackfi János megzenésített versei is felcsendültek a költő Herzko Ágnessel és Színha Róbertel közös estjén a Várszínház kamaratermében. A három művész évekkel ezelőtt kezdett el közösen dolgozni, Novák Péter közreműködésével közös lemezük is jelent meg. A műsor egy részét az ezen szereplő népdalok és versadaptációk adták. Színha Róbert gitárművész több költő műveit is megzenésítette már, számára nagyon fontos a szöveg és a zene egysége. Amennyire az élet engedi, nagyon-nagyon próbálok azonosulni a szöveggel, és nagyon gondosan választom, hogy mi az, amit megzenésítek, tehát azért
ha úgy érzem, hogy ez nem a, ez lesz nagyon jó vers, de nem az én, tehát én nem tudom rendesen megzenésíteni, akkor nem fogom csak azért, hogy meg legyen zenésítve, de János szövegei nagyon betaláltak nekem, nagyon, tehát nagyon-nagyon szeretem a szövegeit. Az eredetileg tenoristának készülő Lackfi János több zenésszel, többek között Lovasi Andrással, Malek Andreával és a Kaláka együttessel is dolgozott már együtt. A Gyulai Zenés Emberszabás című előadás előtt nem sokkal jelent meg új, az elmúlt 6 év verseit tartalmazó kötete is, melynek az Emberszabás címet adta. A készjegyben erről is beszélgettünk a József Attila díjas költővel. Van egy olyan fejezet, amelyben a különböző karakterek beszélnek, mint hogyha emberek elé oda tartanánk a mikrofont az utcán, és úgy tömören elmondanák az életüket, azt, hogy mitől rettegnek, vagy azt, hogy mitől agresszívak, vagy azt, hogy mitől keresik a kompromisszumot, hogy miért hibáztatnak másokat, vagy miért mindig magukat hibáztatják, tehát egy tulajdonságot kicsit kinagyítottam, ahogy az úgy be tudja nyelni, vagy miért panaszkodnak folyton, vagy miért dicsekszenek folyton. A 46 éves Lackfi János az egyik legnépszerűbb kortárs költő. A kézjegyben elmondta, az internetes platformok a költészetnek is új lehetőségeket nyújtanak, egy-egy versét így több 10 000 emberhez tudja eljuttatni ő is. Csecsemőholttestet találtak egy lakóház kertjében Kétsopronyban. A gyermeket a gyanú szerint édesanyja ölte meg. Kétsopronyban egy lakóház kertjében április 16-án 14 óra 30 perc körül földmunkák közben egy csecsemőholttestet találtak. A gyermek anyomozás jelenlegi adatai szerint élve született, a gyanú szerint születése után édesanyja ölte meg. A rendőrök a kétsopronyi nőt emberölés megalapozó gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vették, és szakértők bevonásával vizsgálják a tragédia okát, körülményeit. Új diagnosztikai és rehabilitációs központot adtak át Gyulakül területén. Rövid hírek következnek. A nagy dolgok egy fájdalomból születnek. Így indultunk mi is, egy fájdalomból. Bondár Attila aktív sportolóként azt tapasztalta, hogy egy sérülés utáni felépülés során nem az általa elvárt tempóban haladt a gyógyulás. Ez vezetett végül ahhoz, hogy létrejöjjön a korábbi kaszinó helyén a januárban megnyílt Sanitas központ, ahol korszerű diagnosztikai és rehabilitációs eszközökkel várják a felépülni vágyókat. Ez nem csupán egy kísérlet, ennek a dolognak sikerülnie kell, mondta a megnyitón Csotya János, az intézmény orvosigazgatója. A megyei központi kórházzal kapcsolatban azt mondta, a legfontosabb az, hogy a közös betegek sorsát gondozzák, ennek során csak egy győztes lehet a beteg. A Sanitas központban 10 szakorvos dolgozik, mellettük 4 rehabilitációs szakember, több asszisztens és a háttérmunkatársak foglalkoznak a gyógyulni vágyókkal. A recepción olyan emberek dolgoznak, akik legalább 3 nyelven, magyarul, románul és angolul is tudnak, vagyis építenek a határon túli vendégekre. Gyulai, Békés Csabai és Orosházi fiatalok mellett a megyeszékhelyről érkező Arisus ifjúsági vegyes kar volt az egyik olyan kórus, mely fellépett péntek délután a zeneiskolában. A kórus találkozóra a 26. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek címet viselő programsorozat részeként került sor. Szombat délután Erkel Ferenc szobránál adták elő a szózat Erkel féle verzióját. Az érintetteknek Somogyvári Ákos, az Erkel Társaság elnöke beszélt a szobor történetéről, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit. Szombat este a Vigadóban adtak ünnepi koncertet Erkel Ferenc tiszteletére. Itt az Erkel kórus, majd a Gyulai Kamara zenekar lépett fel. Végül Erkel Magyar Kantáte című művét mutatták be. Többek között tortával ünnepeltek péntek délután a Segítőkezek idősek otthonában. Az intézmény fennállásának 400. évfordulójához ért. Amikor ezt az otthont elindítottuk, igazából
egy nagy ugrás volt a sötétbe vagy az ismeretlenbe az egész történet. A kezdeteket és az először ismeretlen területtel való küzdelem hétköznapjait az alapító Hak Ferenc elevenítette fel. Elmondta, egy mezőgazdasági vállalkozásból a megyében harmadikként jött létre az idős otthon. Kimondani könnyű, de megélni nem volt az, utalt az elmúlt negyed századra Mikó Istvánné gazdasági és pénzügyi ügyintéző. Az intézményben 30 munkatárs dolgozik azon, hogy a teljes ápolást és gondozást igénylő 58 ellátott jól érezze magát. Az eseményen elhangzott, az alapítványi fenntartású intézmény működtetése nem könnyű, ám a jól működő kollektíva egyelőre minden kihívásnak meg tudott felelni, így a nem éppen bővülő források ellenére is állják a sarat. A Gyirmótot fogadta vasárnap a Szeged 2011 Grosics Akadémia. A vendégek tavasszal még nem találtak legyőzőre, a hazaiak pedig az utóbbi négy találkozón 8 pontot gyűjtöttek. A 90. percben Fejős robogott a szélen, majd Tóth Levente Milánt hozta játékba, aki a kapuba talált, de a partjelző lestintett. A végeredmény Szeged 2011 Grosics Akadémia Gyirmót FC Győr 0-0. A Szeged Grosics következő hazai mérkőzését vasárnap játssza, mikor a listavezető MTK érkezik Gyulára. Egy gyulai tanyán termesztettek kábítószert, a rendőrség elfogta a két gyanúsítottat. A rendőrök április 11-én fogtak el két férfit. A házkutatás során 108 tőből álló kábítószer ültetvényt, valamint 4 kg összekészített és becsomagolt marihuánát foglaltak le. A nyomozók a drogkereskedők otthonaiban további kábítószerre bukkantak. Az ügyben 5 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at, akik fogyasztóként a dílerektől korábban rendszeresen vásároltak drogot, kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt. Nem a pórász teszi a kutyát hűségessé, írta Mikszáth Kálmán, a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakja. Ezek a négylábúak az egyik legrégebben háziasított állatok közé tartoznak, és ma is a legkedveltebb társai az embernek. Egy házi állat sok örömet okoz, de tartása felelősséggel jár. Önnek van kutyája? Van, igen. És miért szereted a kutyákat, és hogy szoktad, vagy így nevelted? Nagyon szeretem a kutyákat, kiskorom óta mindig volt velem, és hát már állatbarát vagyok. És szoktátok ilyen képzésre vinni, vagy... Nem szoktuk. Otthon van, falun lakok, úgyhogy... Fogjuk rá, igen. Nem a saját, de van. És szereti alapvetően az állatokat, vagy miért a kutyát választottam? Na, mert a kutya hűséges, kedves és jó társa az embernek. És így nevelni szokták, tehát ilyen... beíromítani, nem, hasonló. Nem. Most lett egy éves télen egy amerikai staffordshire terrier. Még kicsit olyan bolond gyerekes, de úgy szeretem nagyon. És nem szoktad... Nem. És betanítani sem szoktál ilyen trükköket? Hát vagy? Ül meg ilyen, fekszik, azt tudja. Jelentős pusztítást végeznek az emberi kapcsolatokban az okos eszközök. Lapszemle következik. Az okos eszközök tönkreteszik a kapcsolatokat. A háborúhoz hasonló pusztítást végez a gyermekek személyes kapcsolataiban az okos eszközök használata, hangsúlyozta Pál Ferenc, katolikus pap. A Magyar Kurír beszámolója szerint Pál Feri azt mondta, az okos eszközök függőséget alakítanak ki, a kialakulatlan idegrendszert és személyiséget pedig birtokba veszik. Békési Sándorné 90 éves. Julika néni kereken 90 éve él Békésen. Háztartásbeliként kezdte, és a családi földeken később a TS-ben dolgozott. A Békésváros azt írta, 4 gyermeket 13 unokával és 19 dédunokával ajándékozta meg. Tudatos fogyasztásra biztatnak. A tudatos élelmiszerfogyasztásról tartottak előadást Gyoma Endrődön, írta a Békési Járások. A résztvevők ismereteket szerezhettek a mai modern élelmiszerek szervezetünkre kifejtett biológiai hatásairól, a korszerű és egészséges táplálkozásról. Jelentős híricsállomány Kígyóson. Idén, a korábbi évekhez képest, jóval több a tavaszi hírics a kígyósi pusztán, írta a kmnp.hu. A tavaszi virágzást követően minden évben lekaszálják a területet. Majd nyár végétől késő őszig szürke marhákkal legeltetik. Az állatok taposásukkal megbolygatják a földet, ezzel megkönnyítik a tavaszi hírics elszórt magvainak kikelését. Szeles, de kevés csapadékot hozó napok várnak ránk, napközben mindig 20 fok felett lesz a hőmérséklet.
Szerdán időnként erős lesz a szél, csapadék nem várható, szűrt napsütéses időre számíthatunk. A hőmérséklet az éjszakai 12 fokról kora délutánra 21 fokig emelkedik. Csütörtökön többnyire derült vagy gyengén felhős időben bízhatunk. A hőmérséklet 11 és 23 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Értékes leleteket találtak. Egy gepida falu maradványait tárták fel paradicsomi városrészen. 4 nap pálinkával. A Gyulai Fesztiválon elkészítik a nemzeti összetartozás italát. Kutyás verseny a sportcsarnokban. A hétvégi jegédíti kupára külföldről is érkeztek versenyzők. Lackfi János a kézjegyben. A József Attila díjas művész szerint ma is van igény a költészetre. Gyilkosság 2 Sopronyban. Csecsemő holtestet találtak egy lakóház kertjében. A Gyula TV híradóját látták. Most a kézjegy következik, majd a pódiumban az Erkel Ferenc halálának 125. évfordulójára rendezett koncertről közvetítünk a Vigadóból. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!